Adesso messe vallaion Adesso nemmoi nem hajo Ember energi Adri a legjó ember 5 millió dollár! Küldött 1 dollárt, köszi szépen! Wow! Hello mindenkinek, szevasztok! Szevasztok, hello Magyarország legjobb streamjén, üdvözlök mindenkit! Hello mindenkinek, sziasztok barátaim! Elérkezett ez a gyönyörűen fantasztikus nap. Indulhat előről, mert tiszta a lap. Faszodon ott van a bőrkalap. Undi, bundi, zsindai, blankolt faszunk, gecik. Tudjátok, hogy egyébként ez egy magyar dal. Ezt már elmondtam 1000-szer, bazd meg. Ez egy magyar nóta. Értitek? Ez egy magyar szám, és ellopta ez a csúnya Boni. Boni néni ellopta. Innen lopta a Boni nénye. Szégyen! Jó barátomnak, a Ninja Misikének, és még a Pityu szeretne... A Ninja Misike üzenetét ellopta a Bonnie Tyler. Sokan vannak ellenük, kik adják a magány. Egy kérdésem lenne felétek. 100-as bedobtad azon a gépbe, baszd meg. Há? Há? Most majdnem ideges lettem. De sikerült lehiggadnom, mert közben megláttam, hogy megjött a villanyszámla. Hello mindenkinek! Kedves barátaim! Újra itt vagyunk. Újra. Úristen, mindenhol ez az Ember Energy, ez mindenhol ott van. Ha! Jézusom, ez milyen ital lehet? Ha! I need a hero! Földrengés volt. Amúgy olvastam valamit, tényleg? Tudod miért? Mert elmentem húgyozni, azt elejtettem a faszom! Elnézést, ezt nem én mondtam. Hello mindenkinek! Fullon van a grab, szóval a tuti be fog bugolni. Legalábbis azt hiszem. Újra raktam az összes gépet, wow! Szóval lett volna egy kis időm, hogy pihenjek, de inkább leültem, és 12 órán keresztül újra telepítettem a gépet. Köszönöm szépen! Örültök? Én is. Mit csináltok a kocsimban? Már megint. Ezt akartam mondani. Milyen kocsiddal? Ez a hát az az enyémé. Kaptuk, azt le lett takarítva. Miről beszélsz, ez a céges? Ez a céges kocsi, te gyász. Nézd meg. Hát, Lali, az egyetlen igazság rólad szól ezen az autón. És mi, ez, mi ezen az oldalon. Hát olvasd el. Érted? Hogy nézem? Ott a nap. Bekaptam az öreg faszát. Így van. Így van. Érted? Mit hát, szólsz ehhez? Megkaptam. Jó napot! Ember! Kurva anyád! Elnézést. Tudnátok viselkedni? Mire lettetek tanítva? Nem arról, hogy elpakoljatok magatok után? Válaszoljon, fogas! De ott is fekszik egy ember. Akkor miért nem pakolsz el magad után? Itt hagyod a holttestet az út közepén? Én voltam. Ezt lássa Jézuska, nem hoz semmit. Jó, akkor én... Faszomat! Széthagyod a játékaidat, hülye gyerek! Ez most sztori. Nem, srácok, ez nem sztori. Bármilyen hihetetlen, ha sztori van, akkor az van írva a címben, hogy GTA RP sztori. Ez itt nem GTA RP sztori. És erre kérem figyelmeztessék utastársaikat is. Köszönjük. Nem sztori. Hey. Nem sztori! A rák megesz! Bazd meg, akkora donétet küldött a gyerek, hogy rohamot kaptam. Ez nagy baj. Nagyon gyön. Jó napot, csokolát! Segítség, elraboltak! Elraboltak! Egyenesen mentek! Nagyon! Júj, vigyázz, vigyázz! Segítség! Kiakadt a gázbobda, hát! A gázbobda ki van akadva! Segítség! Uram, jó! Aaa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 a
Nem gondoltam volna, hogy meghalok. Ölösleges a szomba, a faszod ellepte a gombat. Igazi kölösszetejt az úrban. Főleg szerintem drop kéne. Ez nem vicc volt, ez egy bers, nem, ír, nem ismeri? Lehetséges, mert láttam, találtam itt az úrlát. A seőres vándor írta ezt. A seőres vándor írta ezt a bers. Csattan a popon az álladon, egy 40 centis szar pihen a válladon. Álladon! Nézel, ornyerged, görbül is, 3-4 felé. A kedvenc futballistám lehetne a Pelé. Pelé! Négyszer, ötször, hatszor. Tudom, hogy pérsz a pasztok. Kiírta ezt a verset, legalább sikerült megtanulni. Pölcsei Kerenc, ez a Pölcsei Kerenc. És basszák a barátomat, hát. Főjelentést akarok tenni. Még egy verset elmondhatok a Zsóricz Migmontó. Mindig ez van egyébként. Hadd halljuk. Zsóricz Migmond. Mostantól úgy hívjatok, a mától a nevem Setőfi Pándor. Világos? Setőfi Pándor? Így van, Setőfi Pándor vagyok. Úgy szólítsatok. Dosztolányi Kezső. Enedek Belep vagyok, jó napot kívánok. Enedek Belep a művész. Jó, menjen hátrébb, vigyázzon uram, fertőző betegség. Azértől jöttem a vírusvédelmi intézetből. Távol maradjon. Úgy látszik, hogy kétoldali Sixtusi Sopászusza van ennek a fiatalembernek. Sixtusi Sopászus. Erigy innen, Lajli! Találtam innen egy ember energy drinket. Ne haragudj, Lajos, nem hallottam. Mit találtál nála? Találtam nála egy ember energy drinket. És mi a véleményed az Ember Energy Drinkről, Lajos? Igazából ez a világon a legjobb energiaital, ami valaha... Úristen! Kérdezik. Szóval már te is előrendelted, Lali? Így van! Majd wow! És pólót is kapsz ajándékba? Hát, annyira jó, de nem élünk, a de gecit! Majd, de biztos. Húzódjon félre! A buzi ellenőrzés! Jó napot kívánok! A homoszexuálisokat ellenőrizzük a mai napon! Jó napot! Van magánál... öklözőzsír! Öklözőzsír! Jó napot! Az ön és partner egészsége érdekében öklözőzsír ellenőrzés nem eljárt le, van-e magánál öklözőzsír és szexuális segédeszközök védelmi szempontját fogjuk megvitatni. Szexuális munkavédelemi BT. Társadalom célú megmozdulások országszerte. Jó napot kívánok! A jelvényszámom 3577493 és fél. A nevem Zegz. Jó napot kívánok! Öreg, ismered Izeit? Kit hát? A Vivin Dieselnek a testvejét, a Vivin Benzin. Az én vagyok. Mit sodod? Már meg. Lali, már meg, itt mindjárt jövök. Igen? Azt hallod? Nem rossz volt, de te melyik kukából jössz ilyen? De az a Vivin Benzin. Paul Walkernek ismered a testvejét, a Paul Runnert. Nézd rám, Lali, hogy elsétálhassa. Jézusom, meneküljenek! Mit csinálsz? Normális vagy te? Állj már meg itt egy kicsit. Itt állj már meg. Itt állj meg egy kicsit. Nem, mi sem. Lali, itt vagy te? Lali. Itt vagyok, persze. Gyere már, nem, hogy beszéljek veled. Megvártok itt egy picit? Beszélni akarok a Laliban. Hopp, nézd meg, ha kéz nélkül megyek a létrán, az közben cigizek. Ekkora nagy flagma vagyok, ha. Te, hallod, figyelj már, azt megkeresett itt a közös képviselő. Ennek a házra. Mi a fasz? Gyere, he, Lajos, nézd meg, ha. Az igen. Geci. Morász már, nézd meg, lépcsőzés közben minden szíta, mert olyan gyorsan följöttünk, még egy cigi félig. Ide állj már föl. Ide Lajosom. Erre perem Ryan föl, mert meg akarom nézni, hogy
Hogy izé? Mi van ott? Tudod. Ah, ne. Paul Walker, meg Vin Benzin, bazd meg. A Rákot tesz meg, hát. Benzines Vin. Itt a Vin Benzin, hát. Alattam. Lajos, mi csinálsz? Miért csinálod ezt? Látod? Ez a baj a Giulióban. Mindig mondtam neked, Lajos. Egy baj van a Giuliónak, hogy nem negyedik stádiumot akaratai vannak neki. Jaj! Mit csinálsz? Lali, gyere ide, hát! Ez te voltál? Szabotálod, hogy én legyek a következő Dave Mirra? Há, passzopor? Há? Ki az a Dave Mirra? Úristen, nem tudod ki az, ha egy világkínű Bring English. Te csóró. Bring English? Junior. Miért berekszen állandóan? Há? Nem volt gyerekszobám? Eltörött a hintalovad, vagy mi a gyász? Há? Tudolja meg, hozzád beszél az öreg, ne legyél egy tiszteletlen paraszt! Már nagyon elegem van, elbadd szemtelenedbe, baszok rád, akkor hát elszomorodsz, mint a beteg barackpa levél a földön. Összegörnyedsz! Te gyász! Állj le! Figyelj már, azt amikor bekaptad neki, nem recsegett a fogad alatt a homok? Erzsi, de őszintén. Mikor a Juniort lecikiszél. Igen. De most mondd már meg őszintén, hát. Mondd meg őszintén, Erzsi, hogy megbaszott a Junior tégedet? Hát igen. Jó, elmondjuk, vagy nem. Hát mondjad, hogy igaz. Hogy kell elővenni a kamerát? Egyszer megtörtént, mikor nagyon magányos voltam. Szóval igen. Akkor leszoktad a Juniort. Jó napot. Nagyon nagy baj van. Fölvettem ezt a beszélgetést a telefonomra. Soda. A telefonomra fölvettem a beszélgetést. El tudnám velem, Lali, tudunk beszélni? Gyere már egy kicsit. Egy pillanatra, ne haragudj, menj meg. Elnézést, hogy zavarod. Ne hallgass, Lajos, gyere már! Ne van baszva az öreg! Gyere egy picit! Figyelj ide! Most nagyon őszinte leszek hozzád, de miben a barátom vagy? Ezért úgy gondolom, hogy érdemes, hogyha őszintén beszámolok arról, amit az autóban tapasztaltam. És mivel azt mondod, hogy mindig feszültséggeneráló vagyok, ezért most előveszem a telefonom és lejátszom neked a hangfelvételt, ahol Erzsébet elmeséli, hogy leszopta a Giuliót és megbaszta. Rányomok a play gombra. Na, mi? Ennyi. Ezt akartam elmondani. Mi a... Érted? Szóval elmondta az Erzsi a kocsiban, a felvételen jól hallottad, hogy az Erzsi letorkozta azt a gyászt. A Koszlidérc Juniort. Érted? És mivel eddig mindig azt hitted hazudunk, én úgy megbasztam az Erzsit, hogy habzott egy hétig, mint egy rossz dafszappan. Érted? Mint egy tenkos tusfürdő. Úgy megbasztam, hogy beszart! Érted? És rátszart? Ki kellett ganyézni, hát? Érted? Szóval ennyi. Az Erzsi olyan, mint egy BKB kapaszkodó. Mindenki megfogdossa, ha itt ott. Jó. Gyere, akkor mondani akarok valamit. Ha hallottam a hangfelvételt, hogy azt mondtad, hogy a Giulia megbaszott meg, hogy leszoptad. Na, mit szólsz ehhez? Meg hogy az öreg úgy megbaszott, hogy beszart. Ez az igazság, mondd be! Ez baj. És most nekem... Rendes fröcsköd belőled a szar! Nekem most betett a hangcipőbe Erzsi, és most mondani, hogy szeretnék valamit. Én elválok. Nem is házasodtatok össze, baszd meg! Ja. Ide figyelj, Lajos, ez lesz az utolsó, amit művelni fogsz, nem szakítunk. De. Jó? De szakítunk. Minek kell bekapni a Junior passzát? Mi minek kell bekapni? Te karma jó rugeci! Te boszorkány, azzal a brand fejeddel olyan táska van a szemed alatt egy hétre be lehet pakolni. Minek kell bekapni a Junior passzát, akkor arról beszéljél. Szakítok vele. Te erjed csöcsű gyász. Mondd meg. Rendes többet úgy engem. Szaladsz a tapsónak a csöcseid, mint egy tacskónak, há. Mint te egy bemhes tacskó. Üssed, há. Ne hagyd magad. Gyerünk. Megölöm. Öreg, ezért még meglakolsz. Én, há. Mit lakolok meg? Nem csináltam semmit. Fasz meg. Még minket nem ismerték, kenyeret, vizet nem láttam, te gyászos. Te repet sarkú, csámpás, mi kurva. Te kurva! Elnézést, elragadtattam magam. Erzsi, többet ne szólj hozzám. Azzal villogott nekem a módkon az Erzsi, hogy nagyon kellett szarnia, behajolt, begugolt, azt a tanga ketté hasította, mint egy nagy szalámit. A 40-es vimes dobozszál. Ezt mondta, azon vágjam föl!
Ilyen nem történt, jó? Dehogy nem! Ezzel tudod, mit mondod? Kiszart egy gitár alakult hely. Meg azt is mondta, hogy elmentek pecázni a Tiszatóról, szarra letetett be a horcsáknak. Geci! Mennyi pénz van nálad? Pénz van nálam? Igen. Pénz biztos. Mennyi? Kezdek fönidegesítesz most. Jó, mennyi pénzed van?! Mennyi pénz van nálam? Nem dollárokban, tettem. Bocsánat, akarok én csinálni. Te szórakozom benne? A kurva anyáda. Jó. A kurva anyáda. De ez mi már, hogy bemegyek és Hozéval találkozom? Én nagy Tesla rajongó vagyok. Én meg... is csak nincs a pénz. Na és hagyj vezetjük már. Ez az új szépség a családban. Most elrabolták a kocsit. Hát. Kihívnám a rendőrsége. A rendőrt miért nem hívják ki? Hussolj már Raptor geci. Miért beszélsz így az emberekkel, Joker? Nagyon csalódtam benned. Ja, bocsánat, nem visszafogom. Az Aladdinék ott repültek el. Az Aladdin volt, nem? Na ki más lenne szerinted az a nyomorék? Még csak egyesbe... Ez mi a fasz? Oh! Az anyám basszom ki! István, kösz az 50-et, Gergő a 30-at. Jó! Állj meg hát! A rákot tesz meg! Hát ez hihetetlen, bazd meg. Jó! Állj, bazd meg! Már megint miért? Azt a kurmelget hát! Azt mondja a gyerek, megint miért? Hát az út közepén állsz, bazd meg, azért. Lali, erigyén hozz ide a sátramból a fluxus kondenzátort. Minágos? Én? Erigyén. Már anélkül nem tudom sehol. Az melyik? Amelyiknek van hát... két szeme meg egy orra. Távirányítóját is hozzad. Ez lesz az? Tartsd, Lali. Mutasd, felnyitom a dobozt. Ez nem az, Lali. Ez a téglának a szaros végű vibrátora, nem látod? Ó, baszki, bocs. És ez? Lali, figyelj ide! Szerintem lehet a garázsban van. Figyelj már, Lali, elfelejtettem még valamit, ha... Mit? A sátorban ott van... A talpas félhomálymérő. Hozd már a talpas félhomálymérőt, ha! Nem láttátok a talpas félhomálymérőt? Múltkor szerettem. Hát én tudom melyik. Se lehet, hogy láttam olyat. Ez az? Miért rabolták el? Hát honnan tudjam? Melyek el szóljál, adok. Nem kell gugázni. Hát én nem fogadok el rendőröktől kaját, inkább pusztuljak éhen a gecibe. Ott tegyem meg a rák, ahon vagyok hát, hogy elfeketedjek, mint a fagyott krumpli. Fölneszlek maguk jelentve az ombudsmannál, hogy terrorizálnak engemet. Akkor vigyerek már minket. Basszam ki a gyomrodat, bajszos geci. Ebből probléma jó, lesz. Jó, van, nagyon nézést. Cigarek távol voltak, amit a kérdés. Menj. Megszúrlak. Giulio! Szia! Hopp, Giulio, ezt a kukába találtam, hát ez a tiédé. Minek táncolsz itt? Azt a kurva. Jó, fejem. Kicsit fáj. Én, bossz! Láttad ezt, Lali geci? Láttad ezt? Láttam, felnyaltam a motorát. Azért mondom, hogy tudja. Ez egy bemutató volt. Karate művész vagyok. Bazd meg. Most vége lesz ennek a streamnek, srácok. Kösz szépen, hogy itt voltak. Én nagyon szépen kösz a támogatásra minden. Szóval nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, kedves barátok. Ennyi volt már az élőadás. Magyarország legnagyobb élőadása. Nagyon szépen kösz minden, srácok. Holnap találkozunk, szevasztok. Úgyhogy csá mindenkinek. Heli, és smaci, és puci. És nyeli.